Köszönöm, köszönöm. Gyönyörű épület, igazán. Nagyon szép. Igyekez a menj! Melyek? Gyerünk! Bocsásson meg, elnézést. Idióta! Nagy megtiszteltetés, hogy megismerhetem. Minden berlini előadására elmentem. Berlin? Ó, azok a régi szép idők. Jöjjön, kérem. Parancsoljon, professzor úr. Micsoda szerencse, hogy a világ egyik legnevesebb szívgyógyásza éppen ebben a kisvárosban. Nagy megtiszteltetés volt Berlinben tanítanom. De tudja, minek a professzora vagyok most? A latrina pucolási, a teherpálya udvaron. Értem. Nos, a gettót holnap kiürítjük. Elintézhetem, hogy önnek ne kelljen a transporttal mennie. Miért ilyen nagy lelkű? Én csupa kuruzslóval vagyok itt körülvéve. Ezek az orvosok képtelenek rajtam segíteni. A fájdalom meg elviselhetetlen. Gombolja ki az ubbonyát. Lássuk csak. Szabálytalanul ver a szíve. Én is ettől a betegségtől szenvedek, erős fájdalommal jár. Igen. Csak hogy van itt egy kis probléma, tábornok úr. Egyrészt, mint orvosnak kötelességem segíteni önön. Másrészt azonban, ha megmentem az életét, ön likvidálja a gettót. Viszont ha nem menti meg, az embereim likvidálják önt. Különleges közleményünk következik. Normandiában még mindig súlyos harcok voltak, de a hős német hazafiak von Hassel tábornok vezetése alatt... Sajnálom. Kíváncsi lenne a háború jelenlegi állására? Hogy is tudja, megvan a saját információforrásuk, saját rádiójuk. Gettóban? Ugye? Azt hiszi, idióták vagyunk. Vannak informátoraink. Tudjuk, hogy a BBC adásait hallgatják és ellenállásról álmodoznak. Mondja meg annak a gazembernek a nevét, aki a rádiót rejtegeti. Cserében pedig megmentem az életét. Egy igen nehéz döntés elé állított. Ez nem egyszerű. Nem az. Kérem, uraim, kaphatnék egy pohár vizet? Ha ez segít meghozni a döntését, kapom. Vizet! Köszönöm. Elnézést. Elnézést, uram, de én... Megmérezte magát. Hogy merészelte? Az Isten vertes idaja! Megtiltom, hogy meghalljon! Nem szabad felizgatnia magát. Fogadja meg a tanácsomat. Tudja, tábornok úr, hogy világhírű szívgyógyász vagyok. Világhírű szívgyógyász. Én egy világhírű szívgyógyász. Eszter! Professzor! Hagyja, meghalt. Felállni. Hagyta, hogy ez a koszos zsidó dacoljon velem. De, herr generál... Holnap reggel itt akarom látni ezt a rádiót az asztalomon! Elmehet!